Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Fejlesztés és szaktalanítás. 443 millió forintból újították fel a szennyvíz tisztító telepet Őcsényben. Nincs többé kafetéria? 2019-től csak a szépkártya adózik majd kedvezményesen. Összefogás. Helyi vállalkozás segít játszóteret felújítani Szekszárdon. Korszerűsítés. 18 önkéntes tűzoltó egyesület nyert új berendezéseket. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Duplájára nőtt az Őcsény-Decs szennyvíztisztító telep kapacitása egy 443 millió forintos fejlesztésnek köszönhetően. A beruházás részeként egy új telepet, gépházat hoztak létre, és a szaktalanítást is elvégezték. Fülöp János, Őcsény polgármestere azt mondja, a biológiailag megfelelő minőségű szennyvíz akár a takarmánynövények öntözésére is alkalmas lehet. Több mint 7000 ember szennyvizét tisztítják meg itt az Őcsényi szennyvíztisztító telepen, amit most teljesen felújítottak. Épült egy új 700 köbméteres medence, valamint hozzá csatlakozva egy teljesen új gépház, valamint a régi műtárgyak és épületek is teljesen felújításra kerültek. Az Őcsény-Decs határában terjengő bűzre sokan panaszkodtak. Ezt oldotta meg a fejlesztés úgynevezett biofilteres szaktalanítók alkalmazásával. Hatalmas jelentősége van, hiszen a legnagyobb probléma maga a szennyvíztárnak a befogadó képessége, a szennyvíznek a szűrése, tisztítása, ezzel megoldódott. A fejlesztésen nem csak a településeken terjengő bűz miatt volt szükség, hanem azért is, mert itt tisztítják meg Várdomb, Sárpilis, Decsihegy szennyvizét is, amit a korábbi telepen már nem tudtak megoldani. A Decs-Sárpilis-Várdombi ág ez nagyon hosszú volt, és sokszor olyan minőségű szennyvíz érkezett már a telepre, amelynek a tisztítása nem volt biztosított, és ez a pályázati lehetőség most lehetőséget biztosított arra, hogy olyan minőségű tisztított szennyvizet tudjunk kibocsátani a Szekszárdbáta csatornába, amely a környezetet már tovább nem fogja terhelni. A szennyvíztelep és szennyvízhálózat fejlesztése 443 millió forintos támogatásból valósult meg, amit a két település környezeti és energiahatékonysági operatív programpályázatán nyert el. Fülöp János azt mondja, az átemelő szivattyúk és a hálózat karbantartásával hosszú távon biológiailag megfelelő minőségű szennyvizet tudnak kibocsátani, ami a későbbiekben akár a takarmánynövények öntözésére is alkalmassá válhat. 2 millió magyar munkavállalót érint hátrányosan a jövőre bevezetésre kerülő új kafetéria rendszer. Ezt mondja a Magyar Szakszervezeti Szövetség Tolna megyei vezetője. A kormány tervei szerint a béren kívüli juttatások nagy részét eltöldik majd, és csak az utazásra fordítható szépkártyát, valamint az adóval terhelt készpénzt adhatják a cégek a munkavállalóiknak 2019-től. Csúcsot döntött tavaly a Balaton partján pihenő magyarok száma. A KSH akkori adatai szerint 2017. júniusában a belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 8,8%-kal nőtt az előző év júniusához képest. A kormány célja szerint ezt a belföldi turizmust erősíteni a béren kívüli juttatások 2019. januárjától tervezett átalakítása. Ennek érdekében csak a pihenésre fordítható szépkártyát vagy készpénzt adhatnának jövő évtől kedvezményesen a mostaninál nagyobb mértékű adóterhek mellett a cégek a dolgozóiknak. Mások mellett viszont az iskolakezdési kiadásokra, önkéntes pénztári befizetésekre, kulturális kiadásokra vagy sportolásra nem lehetne a béren kívüli juttatást adni. A szakszervezetek úgy értelmezik, hogy ezzel a kormány meg akarja nyírbálni a lehetőségeiket. A Magyar Szakszervezeti Szövetség Tolna megyei vezetője úgy számol, országosan milliók járnak majd rosszabbul. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon közel 2 millió ember kapott kafetériát. A kafetériákon keresztül különböző szolgáltatásokat vettek igényben. Én úgy gondolom, hogy a kafetériának a megnyírbálása, illetve a súlyos adóterhek, amiket most rátett a kormány, ez a teljes országra hatással lesz, ugyanúgy a munkavállalók életére, a munkavállalók szokásaira, mint például a vendéglátóhelyeknek a forgalmára. A szakszervezetek szerint a mostani elképzelést a kormánynak el kell vetnie.
úgy gondolom, hogy van miről beszélni, és ez a szakszervezetek is feléletek, felélénkültünk, minden egyes akciónk arra irányul, hogy ezt a kormány azonnali hatállyal vonja vissza. A kormány egyelőre nem tárgyal a Magyar Szakszervezeti Szövetséggel arról, hogy változtatnának az elképzeléseiken. Az új szabályozás 2019. január 1-től lép hatályba. 2 millió forinttal támogatja egy Szekszárdon működő vállalkozás a helyi önkormányzatot, hogy felújítsák a Kölcsey utcai játszóteret. A városban komoly hagyománya van annak, hogy az önkormányzat a helyi cégekkel együttműködnek, a helyi közösségeket segítve. Hasonló felajánlásból viszont eddig még nem sok érkezett. Üres a hinta, és a csúszdát sem használták a hideg miatt kedden délelőtt Szekszárdon a Kölcsey utcai játszótéren a gyerekek. A városnak hamarosan ez a játszótere újul meg. Ezek a felvételek már a szekszárdi polgármesteri hivatalban készültek. A dokumentum pedig, amire a pecsét került, azt tartalmazza, hogy a város ipari parkjában 2006 óta működő egyik cég 2 millió forintot adományoz a városnak, azért, hogy a pénzből a Kölcsey utcai játszóteret újítsák fel. Közösen alakítottuk ki, hogy milyen célra lehessen felhasználni ezt az összeget, és mindenképp a fiatalokat szerettük volna támogatni, jelen esetben a gyerekeket, és így közösen került kiválasztásra, hogy akkor legyen játszótér. Ács Rezső Szekszárd polgármestere azt mondja, a városban működő vállalkozások a helyi adóbefizetéseiken és a rendezvények támogatásán keresztül eddig is sokat tettek a helyi közösségekért. A mostanihoz hasonló felajánlást viszont eddig még nem sokan tettek. Én azt gondolom, hogy a jövőben mutató megoldás mindenféleképpen, hiszen tudjuk azt, hogy Szekszárdon sok játszótér van, de ezeknek az állapota néhány esetben hagy maga után kívánnivalót. Hogyha ez a kezdeményezés majd több helyi vállalkozás is ösztönöz arra, hogy hasonló akciókat támogasson, akkor a következő években a játszótelek felújítása felgyorsulhat. Természetesen mindenképpen fel fogjuk ezeket újítani, csak akkor felgyorsul ezeknek a felújítása. A szekszárdi Kölcsey utcai játszóteret a tervek szerint tavasszal kezdik el felújítani. Novemberben a fogyasztói árak átlagosan 3%-kal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. Az elmúlt egy évben a szeszes italok, dohányáruk és az élelmiszerek ára nőtt jelentős mértékben, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. A legnagyobb drágulást, mintegy 20%-osat a zöldség-gyümölcsnél lehetett tapasztalni. A cigaretta ára is jelentősen, mintegy 6%-kal emelkedett. A háztartási energia is drágult, ezen belül a palackos gáz 12%, a tűzifa 8%-kal. Veszélyes útszakasz, pianó, nincs visszaút, ilyen táblákat helyezett el a Tolna megyei Baleset Megelőzési Bizottság a Magyar Közút Nonprofit ZRT közreműködésével a 6-os út 4 pontján. A Sötét Völgy és Kakast közötti szakaszon az elmúlt években több halálos baleset is történt a gyorshajtás miatt. Ez a terület a vadak vonuló útvonalának is a része, ezért számos vadelütés volt itt az elmúlt időszakban. Emiatt erre az útszakaszra újításként egy kétoldalú táblát helyeztek el, melynek egyik felén a gyorshajtás veszélyeire és következményeire, másik felén pedig a vadveszélyre hívja fel a figyelmet. 95 éves nyugalmazott rendőr ezretest köszöntöttek Szekszárdon. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság humán igazgatási szolgálatának vezetője és munkatársa adott át ajándékot Borsós István rendőr ezredesnek születésnapja alkalmából. A nyugalmazott ezredes 1947-ben került a rendőrség kötelékébe, egészen nyugdíjba vonulásáig közrendvédelmi területen teljesített szolgálatot. Dolgozott Villányban, Pincehelyen, Tamásiban és Dunaszentgyörgyön is. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság osztályvezetőjeként vonult nyugdíjba 1978-ban. 2018-ban 700 millió forint összértékű támogatást oszthatott szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó szervezetek technikai fejlesztéseinek finanszírozására. Ez 100 millió forinttal több, mint a tavalyi keret. A Tolna megyei szervezetek is átvették az általuk pályázat útján elnyert eszközöket és támogatási összegeket.
A legnagyobb összeget a Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület nyerte el, több mint 25 millió forintot kaptak. Ezt a laktanya felújításra fordíthatják, ami egyben egy központi oktatóbázis is lesz a megyében. Rajtuk kívül 18 egyesület nyert pályázati úton forrásokat technikai fejlesztésre, illetőleg bérkiegészítésre. Az egyesületek megközelítően 15 millió forintot nyertek el. Az átadó ünnepségen felszólalt Horváth Kálmán, kormány megbízott, a megyei védelmi bizottság elnöke is, aki azt mondta, minden állampolgár számára megnyugtató érzés lehet, hogy magas technikai körülmények között dolgozó jó szakemberek őrzik a biztonságot. Országos szinten is biztosítottak keretet az önkéntes szervezetek felszerelésének korszerűsítésére. Országos szinten 700 millió forintra lehet pályázni. Ezeket a pályázatokat kifejezetten önkéntes tűzoltó egyesületek vagy önkormányzati tűzoltó egyesületek tudják beadni. Nyilván ők nem hivatásosok, vagy nem mindenki minősül hivatásosnak. Én szerintem egy nagyon helyes döntés az, hogy a civil kurázsit ezen a téren is, tehát egy nagyon fontos szegmensében az életnek támogatni kell. Az önkéntes szervezetek jelentős mértékben hozzájárultak a védelmi munkához. Tolna megyében eddig közel 1400 tűzoltói beavatkozást igénylő esemény történt, ezek mindegy 10%-ában az önkéntes tűzoltó egyesületek is beavatkoztak. Ez magas számnak mondható országos viszonylatban is. A tűzoltók mellett pályázhattak a katasztrófa védelemmel együttműködő mentőcsoportok is. A Tolna megyei szervezetek közel 2 millió forintnyi támogatást kaptak. A Vármegye házi esték sorozatban ezúttal Udvardi György pécsi megyés püspök tartott előadást az úrvacsora szentségéről, melyet minden keresztény felekezet a maga teológiai nézeteinek megfelelően szentségnek tekint. Az eukarisztiában mindazt, ami az egyház, mindazt, akik mi magunk vagyunk, föl tudjuk fedezni, tetten tudjuk érni a közösséget, az osztozást, a megtörettetést, az együvé tartozást, a Krisztus testébe való beoltódást, és egy olyan alapvető közösséget, ami messze fölötte áll akár meggyőződésnek, érdekazonosságnak, messze fölötte áll, hiszen az eukarisztia egy olyan közösséget hoz létre, amiben mi az Istennel való közösségünket tudjuk megélni, és ez teremt bennünket egy új emberi közösségbe is. A Hanuka ünnepe idén egybeesett az adventtel, és ez az egybeesés egyfajta figyelmeztetés is, hogy a két vallás híveinek össze kell fogniuk egy közös veszély, egy világhódításra készülő vallás ellen, mondta Norman Brody, floridai főkántor, aki a Hanuka ünnep kapcsán rendezett koncerten lépett fel a Művészetek Házában, Szekszárdon. Az est felevelítette azokat a zsidó örökzöldeket, melyek Seres Rezsőtől a vallási dalokon keresztül tette ismerté a zsidó kultúra elemeit. Szól a Rádió címmel nyílott híradástechnikai kiállítás Tolnán az adventi ablaknyitogató programsorozat részeként. A tálatot összeállító fácánkerti férfi a múlt század rádió modelljei mellett korabeli televízió készülékeket és lemezjátszókat is évek óta gyűjt már. Ezekből állított most ki Tolnán a helyi magházban jó néhányat. Első ízben én mindig próbáltam olyan készülékeket vásárolni, vagy olyan készülékeket kaptam, ami üzemképes, illetve jó állapotú. Most már azért próbálom tudásomhoz mért az elektronikai részét is megjavítani, illetve elsőként mindig a külső, amit rendbe szoktam tenni. Tehát különböző munkákat igényel, tehát csiszolási munkák, hiszen ezek ugye még fából készültek, ezek a rádiók és televíziók, tehát elsőként mindig a külső, amit megpróbálok helyreállítani, és utána jön a belső része. Somogy és Baranya megyék híreivel folytatjuk a híradót. Több százmilliós fejlesztés Mohácson, új labor és oltóanyag termelő központ kezdi meg a működését. Pénzzel segített az energiaszolgáltató, az adventi időszakot tették szebbé a közösségeknek. A város kórházának gyűjtöttek Mikulás futási jófokon. Átadták a Mohácsi Profil Kft. Új kutató laboratóriumát és oltóanyag termelő központját.
A létesítmény a dr. Marek József mezőgazdasági szakközépiskola 2007-ben bezárt épületében annak teljes felújításával és korszerűsítésével jött létre. A Széchenyi 2020 pályázaton több mint 221 millió forint állami támogatás elnyerésével. A teljes beruházás összköltsége 700 millió forint volt. 7 laboratórium is helyet kapott a Profil Kft. Új Mohácsi központjában. Itt a vírusok elleni vakcinák kifejlesztésén dolgoznak mostantól. A létesítmény átadó ünnepségén részt vett az innovációs és technológiai miniszter, aki szerint nem csak a régióban, hanem országosan is fontosak az ehhez hasonló fejlesztések. Ha megnézzük a világ iparát, akkor az egyik leginnovatívabb ipar, tehát ami az új technológiát alkalmaz, ez valóban az egészségipar, és hát ezenből is a gyógyszeripar. A második indok az, hogy Magyarországon miért fontos ez. Annak az indoka, hogy Magyarország korábban egy nagyon jó, magas színvonalú gyógyszeriparral rendelkezett, és tulajdonképpen ez még ma is létezik a környező összehasonlításban. A világ globalizálódik, de ebben meg kell nekünk találni a helyünket, úgyhogy ez a mai kis családi vállalkozás hogyan vesz ebben részt, ez mindenképpen egy jó példa erre. A cég az állatgyógyászatban újdonságnak számító a libák vérzéses bél- és vesegyulladása elleni vakcinát is kifejlesztett. Az oltóanyag előállításához szükséges az új központ. A termeléshez szükség van még egyéb laboratóriumi feladatok elvégzéséhez, ezért a termelőegység kiegészült egy komplett laboratóriumi létesítménnyel is. Ezt a laboratóriumi létesítményt emellett szeretnénk felhasználni a kutatásfejlesztési szolgáltatásunk során keletkező rendkívül nagyszámú állati eredetű szerv és vérminta feldolgozására is. A város életében is jelentős szerepet tölt be ez a fejlesztés, ami országosan is egyedülálló. Minden fejlesztés nagyon fontos a számunkra, ez pedig egy különleges fejlesztés, hiszen egy olyan korszerű, innovációs dologról van szó, ami azért nem csak városunk életében, hanem a Dél-Dunántúlon, sőt, hát talán Magyarországon is egyedülálló, és úgy gondolom, hogy egy olyan fejlesztés, ami egy folyamatnak a kezdete, tehát reményeink szerint még tovább fog bővülni, kiteljesedni. A cég célja a jövőben többek között az, hogy a jelenlegi évi 7 millió darabos termelést néhány éven belül a bolyban tervezett üzemük építését követően megduplázzák. A céget 1991-ben alapította egy állatorvos házaspár Mohácson, mára pedig a családi vállalkozás a humán vírus elleni vakcinák és a legtöbb élő vírusos baromfi vakcina készítésére használt SPF tojások előállításában piacvezető Európában. Közösségi programok megvalósítását segítette az országban a legnagyobb hazai energiaszolgáltató cég. Olyan szervezetek, intézmények pályázatait várták, akik a helyi közösségeknek, hátrányos helyzetben levőknek akarták szebbé tenni az adventi időszakot. Baranya megyéből 2 település kapott anyagi segítséget ehhez. Érkeznek a gyerekek és szüleik a Szederkényi Művelődési Házba december 7-én délután. Itt tartották az adventi készülődést és a Mikulásváró programot egy helyi egyesület szervezésében. Idén a legnagyobb hazai energiaszolgáltató segítette anyagilag a műsor megvalósítását. Az idei évben első alkalommal az E.ON-hoz is pályázatot adtunk be, és ugye ezzel ők támogatták, ami nagyon nagy segítség, hiszen nagy anyagi terhet jelent ez ugye az egyesületünknek, viszont eddig ezt átvállalt. Az egyesületünk mindig egy kis kreatívkodással kezdünk, ugye 3 órától volt már a kreatívkodás, most meg már átmentek a gyerekek, várják a Mikulás műsort, és akkor utána jön a Mikulás is, ha minden igaz. Összesen 145 gyerek vett részt a Mikulás ünnepségen Szederkényben. Szajkon is segített az E.ON. Köszönjük szépen, ez a szép már. Itt a helyi Fogadj el alapítvány támogatták, akik értelmileg sérült felnőtteknek segítenek. Az adventjüket egy közös programmal tették szebbé. Nagyon örültünk az E.ON által kért pályázatnak. A mi adventünk 2018 programsorozatot tűztük ki ebben a pályázatban célul, ami 3 alkalmat takar. A 3 alkalom az advent első 3 vasárnapja.
Az energiaszolgáltató idén először hirdette meg jótékony kezdeményezését. Ebben azt vállalta, hogy pénzzel segíti az adventi programok megvalósítását azoknak, akik sikeresen pályáznak hozzájuk. Közösségi programszervezők és gyermek- és családellátó intézmények jelentkezését vártuk. Nagyon örültünk, hogy nagyon sokan jelentkeztek, és végül is az a döntés született, hogy 15 ilyen intézményt tudunk támogatni. A célunk az volt, hogy ezt az adventi időszakot minél többek számára örömtelivé tudjuk varázsolni, vidám és meghitt pillanatokat tudjunk teremteni a programok által. Baranya megyéből a Szajk és a Szederkényi programot támogatták. Több 100 000 forintot kaptak a szervezők a megvalósításhoz. Hamis potencia növelőt és adathordozókat foglaltak le a baranyai pénzügyőrök. A kereskedő a képeken látható Kamagra nevű potencia növelő zselét és tablettát kínált, amely Magyarországon nem rendelkezik forgalmazási engedéllyel. Ugyanezen a helyen különböző tárkapacitással rendelkező adathordozók, pendrive-ok, memóriakártyák is előkerültek. Ezekről azonban hiányoztak a legális kereskedésüket igazoló hologramos matricák. Egy baranyai kisvárosban a piacon találtak hamis termékeket a pénzügyőr kollégák, ezeket a termékeket a potenciál növelőt, illetve a különböző adathordozókat lefoglalták. Mivel gyógyszerhamisítás gyanúja fennáll, ezért a lefoglalt potenciál növelőket átadta a rendőrségnek a hivatal. Több százan vágtak neki a 4 kilométeres Mikulás futásnak Siófokon. Felnőttek és gyerekek egyaránt futócipőt húztak, volt, aki pedig rollerrel, kerékpárral vágott neki a távnak. A negyedik alkalommal megrendezett szabadidős programnak jótékony célja is volt. A siófoki kórháznak gyűjtöttek a futók a motoros Mikulásokkal együtt. Mikulások, manók lepték el szombaton a siófoki főteret. Miután mindenki megérkezett, megkezdődött a közös bemelegítés a futásra. 4000 méteres a táv, ami gyakorlatilag ez nem verseny, a célunk az, hogy kicsiket, illetve nagyokat megmozgassunk ezen a rendezvényen, és elsősorban célcsoportunk a kisgyermekes családok, és lehetőséget biztosítunk a rendezvény alkalmával annak, hogy a szülők a gyermekeikkel együtt sportolhassanak. Itt nem feltétlenül futásról beszélünk, hogyha a szülő fut, akkor mellette a gyermeke kerékpárral vagy rollerrel is elkísérheti. A helyieken kívül sokan érkeztek a túlpartról, valamint a fővárosból is. Először veszünk ezen a futáson részt, és azért jöttünk, mert ide jöttünk wellnessezni, és készültünk rá, hogy verseny lesz. A gyerekek közül volt, aki görkoriban más rollerrel és kerékpárral érkezett. Én először veszek részt a Mikulás futásban, én szeretek rollerezni. Rollerrel fogsz menni? Igen. Idén először a környékbeli 20 motoros Mikulás vezette fel a futókat. Itt a jótékonykodásra próbálunk hangsúlyt fektetni. Ugye itt a futók is gyűjtenek pénzt a kórháznak, több vállalkozó ajánlott fel különféle ajándékokat, dolgokat, amit a kórháznak továbbadtunk, ők meg, amit nem tudnak hasznosítani, azt a környékbeli óvodáknak fogják továbbadni. A főtérre visszatérve szaloncukorral várta a gyerekeket a Mikulás. Végül mutatjuk újra, miről szólt ma a híradó. Fejlesztés és szaktalanítás. 443 millió forintból újították fel a szennyvíz tisztító telepet Őcsényben. Nincs többé kafetéria? 2019-től csak a szép kártya adózik majd kedvezményesen. Összefogás. Helyi vállalkozás segít játszóteret felújítani Szekszárdon. Korszerűsítés. 18 önkéntes tűzoltó egyesület nyert új berendezéseket. Tolna megyében szerdán mérsékelt északnyugati szél fúj majd. Délelőtt felhősebb időben előfordulhat hószálingozás, de csökken, szakadozik a felhőzet. Délután változóan napos idő kialakulása a legvalószínűbb, de még elszórtan lehet hózápor a térségben. Éjjel kevés felhőre, csillagfényes időre van kilátás. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!